Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez a 33. Pascal programozásos epizód. A mai téma pedig most kivételesen egy kevésbé gyakorlatias téma lesz. Tulajdonképpen ez is gyakorlat lesz, mert nem lesznek benne úgy szóval újdonságok, de ez inkább egy ilyen informatikai jellegű kérdésnek a megoldása, egy problémának a megoldása lenne. Méghozzá a permutációs feladatokat kéne valahogyan ellátnunk egy kis algoritmussal és egy létrehozott függvényel. Tehát magyarul azt kéne megoldanunk, hogy valahogyan permutálni tudjunk, és így tulajdonképpen ciklikusan előtt tudjuk állítani az eseteket próbálgatás nélkül. Igazából az elején egy száraz elméleti kis prezentáció következik, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő először szeretné látni magát az algoritmust, hogy tisztán tudjon látni, mert ő nem érti meg a száraz szavakból, azoknak a kedvéért itt lesz most egy link, és akkor előre tekerhetsz, hogy lássad, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban, de én úgy döntöttem, hogy először elmondom a elméletben, amit a témával kapcsolatban tudni kell. Szóval fogjunk is hozzá. Sajnos kicsit laggol. Tehát nézzük, hogy hogyan gondolná alapból az ember. Tehát a klasszikus megoldás, mert én buvárkodtam, hogy hogyan gondolja ezt más megoldani. És végül én nem is azt választottam, tehát azt hiszem, hogy előbb megnéztem, és utána választottam ki máshogyan. Lényeg, hogy amit én itt láttam, mint tipikus példának, hogy rekurzióval is ciklussal oldják meg, tehát alapból elindulunk, hogy itt van az egész értékhalmaz, ezt rendezgess sorba. Tehát ennek az alapértékein, tehát amiket, amilyen értékeket felajánl, hiszen fel volt írva, hogy különböző értékek lesznek, tehát ezeken a különböző értékeken valamilyen sorrend szerint végig lépeget. Az aktuális elemet, hogyha az még nincsen megjelölve kihúzottnak, akkor azt rögzíti mondjuk az első helyre, hogyha elindul a nulláról, és utána ezt az eljárást nyilván akkor ezt megjelenni kihúzottnak, és akkor ezt az eljárást a maradék számokra és a maradék egységgel rövidebb tömbre megismétli. És nyilván így, hogyha az utolsó helyett is már valamit behelyettesített oda, akkor amikor így már nem tudja önmagát meghúzni, mert nincs, meghívni, mert nincs hova, akkor van kész a variáció. Azonban itt vannak némi nehézségek, méghozzá, hogy mit tudunk csinálni egy létrejött variációval. Hogyha mondjuk tegyük fel, hogy nem annyi a feladat, hogy mondjuk írsz ki a képernyőre, vagy hogy írjál egy olyan függvényt, illetve eljárást, ami megoldja azt, hogy permutáljon, hanem hogy nyilván az ember valamit akar is ezekkel a variációkkal, illetve hát nyilván szabályszínű permutáció, de a köznyelben ezt is szerintem nyugodtan lehet variációnak hívni. Tehát a valóságban mi ezzel kezdeni is akarunk valamit. A variáció ott, ahol létrejött, ott, és ahol meg akarná hívni saját magát, és rájön, hogy már készen van, oda beírom, hogy mit akarok csinálni. Például oda berakok egy eljárást, ami elvégzi a kívánt műveleteket. A másik lehetőség pedig, hogy eltárolom. Nézzük, hogy ezek miért nem feleltek meg nekem, meg úgy egyáltalán miért nem olyan kívánatosak. Tehát az elsőnél, amikor azonnal elkezdem használni, egyrészt ez esztétikailag nem olyan szép, hiszen nem egy zárt egység tudja elvégezni a feladatot, hanem újraírandó a különböző feladatokhoz. Másrészt pedig mi van akkor, hogyha többször, időben eltérően újra és újra végre szeretnénk hajtani azt, hogy permutálunk valamit, mondjuk ugyanazt az egy dolgot, vagy hát mást is lehetne, de a lényeg, hogy a permutálós függvényt használjuk, és más-más dolgokat szeretnénk velük csinálni, de nem úgy, hogy egyszerre elvégzem ezen a, ezen a variáción, amit szeretnék, hanem úgy, hogy elvégeztem valamit, amit szeretnék az összesen, Utána másik, akkor meg másik dolgot szeretnék elvégezni. Tehát ebben az esetben kétszer kétféleképpen át kell írnom a függvényt, hiszen mind a kettőnek a közepén más-más amit kéne csinálni, tehát a közepén más-más kódnak kell lennie. Hát ez egyre csak bonyolultabb lesz, hogyha tovább fejlesztjük a programot és több permutációs dolgot szeretne csinálni, hú de droppol az FPS, a magához tért, ezért nem célszerű Windows 8-nál semmit csinálni. Tehát a későbbi használatra eltárolás az már kicsit jobb. Két eset van, változóban tárolom el. Ez nagyon egyszerű belátni, hogy nem lesz jó, mivel mi 10 számot fogunk majd permutálni, 1 tízig a számokat. Ezért nyilván könnyen kiszámolható permutációra megfelelő módszerrel, hogy 10 faktoriális byte-ot kéne lefoglalni, hogyha egy byte-ban tárolom el az egy számot. Sőt, sőt, még többen, tehát még ez nem is túl precíz megfogalmazás, hiszen már önmagában egyetlen egy variáció is, egyetlen egy variáció se fér el egy byte-ra, hanem az is vehetjük úgy, hogy tizet kell. 10-et foglal egyetlen egy, és akkor 10x10 tíz faktoriális. Tehát, még alul becsültem. Azonban, az be kell látnunk, hogy ez nagyon sok, ez megengedhetetlenül sok, pláne egyszerűbb feladatoknál. Hogyha pedig fájban, akkor egyrészt nyilván az elérés az lassul, Másrészt pedig azért külső dolgokat nem jó bevonni a játékba úgy, hogy a program akarja utána tovább használni az értékeket, hanem inkább akkor vagy kiolvasunk valamit, vagy beírunk valamit, de hogy csak így közben ideiglenesen létrehozzon egy fájlt, az nem jó, mert akkor a program működését zavarhatják az ilyen dolgok, mint amiket felsoroltam, hogy admin jog kell az adott helyre, hogy írhassunk. Vagy az antivírus nem akarja elfogadni, hogy ez a fájl, ez ott van, vagy hogy ez a program ez oda akar valamit írni, letiltja. Szóval ilyen macerek bejöhetnek. Lássuk, hogy mi, mi volt erre a válaszom. Tehát egy olyan függvényt írok, ami kikalkulálja a nagyság szerint következő elemet. Tehát nem kell, hogy ő végig számoljon mindent, ő csak a következőt számolja ki a kapott paraméterből. Tehát be kell állítani a kezdőértéket mechanikusan, illetve hát úgy értem, hogy külsőleg. Tehát nem muszáj a minimális sorrend, hát az is lehet egy módszer. Lényeg, hogy azt én kézileg a függvénytől függetlenül beállítom, hogy honnan szeretnék menni, és onnantól kezdve egy ciklussal tudom előállítani az újabb és újabb variációkat. Például a számlálós ciklussal itt már helyesen szerepel a szám 10 faktoriális mínusz 1, hiszen az elsőt azt nem, a, nem az eljárás per függvény számolta ki, hanem azt én állítottam be. És itt is ugyan felmerül ez a nagy szám, de egyrészt mondom, ott még az 10-zel meg kellett volna szorozni, szóval még nagyobb. Másrészt, másrészt itt egyetlen egy változónak kell nagy számnak lennie. Szóval lehet elméletileg számlálgatni. Más kérdés, hogy a Pascal az az ilyen nagy tároló kapacitású változókkal nem, nem nagyon szokott kompatibilis lenni, de a memória foglalás szempontjából ez nem rossz. Hát végül is, még mindig tesztelős ciklussal is tudunk készíteni úgymond egy számlálós ciklust, és akkor az úgy működni fog. És hát másrészt pedig a futásszám, az ugye bár itt mutatja a képlet, hogy ezt könnyen ki tudjuk számolni, tehát azzal nem lesz gond, viszont az n-faktoriális tudnia kell értelmezni, hogy mi az a faktoriális. Szóval ez hátrány. Tesztelős ciklus, az még annál is jobb, és gyakorlatilag ezt megszüntet minden további szenvedést. Ugyanis a függvénynek mondjuk legyen egy visszatérési értéke, Hogyha a maximális értéket elértett, tehát mondjuk ebben az esetben a 10987654321-et, akkor ő már magától meg tudja mondani, így nekünk nem kell számolnunk, hogy pont hol tart, a lényeg az, hogy ő le tudja magát állítani. És hát nyilván, ha akarnám, átírhatnám úgyis a függvényt, hogy ne menjen el a végéig, hanem adott értékig menjen el. aztán meg ebben, ebben a helyzetben most vágyjuk úgy, hogy ez inkább arra van, hogy egytől az utolsóig előállítsa. És ebben az esetben a tesztelős ciklus az már így perfektó. Na nézzük, hogy szövegértéssel hogyan tudunk létrehozni egy ilyen kis eljárást, vagy függvényt. Tehát én nem fejlesztettem ki így ezt a függvényes variációt, én csak eljárásként csináltam meg. Na nézzük, tehát értelmezzük azt a szót, hogy nagyság, az előzőben ki is volt jelölve, hogy nagyság szerint is órend. Tehát nyilván nagyság, az már látszatra is látszik, ezt jól sikerült mondanom. Tehát már látszatra is teljesen egyértelmű, a legkisebb érték az 1-től 10-ig megy, a legnagyobb a 10-től 1-ig megy, és ebből tulajdonságokat tudunk leszűrni. És a következő elemet pedig konkrétan úgy tudjuk képezni, hogy a legkisebb olyan variációt kell vennünk, ami nagyobb a paraméternél. Tehát itt is kijelöltem, hogy melyik szavakat kell tudni megfelelően értelmezni. A legkisebb azt, azt jelenti, hogy mivel nem tudunk helyértéket váltani, ezért a nagyobb helyértéken akármilyen szám van, az nagyobb értékű, mint a kisebb helyértéken levő számok. Ezért akkor tudom a legkisebb változtatást eszközölni, hogyha csak az utolsó n számot cserélgettem, tehát az elejéről egyet, sem csak az utolsó n darabot. És az n-t pedig úgy definiálom ebben a példában, hogy ez a legkisebb olyan szám, amire ez az utolsó n darab elemnek a sorozata, ez növelhető állapotban van. A növelhetőséget pedig a következő oldalon kifejtem. folytatódik a szint is a szövegértés. Tehát növelhető, erre egy eléggé triviális definíció van, azonban nagyon hasznos, tehát ez kicsit ez az egész probléma megoldás, olyan, mint hogyha, mint hogyha valamit szeretnék látni, és az úgy is lenne. Tehát ez egy csomó ilyen dologra épít, ezekkel, hogy minimális, maximális, ezekkel egy csomó mindent ki tudunk használni. Tehát növelhető, triviális módon akkor növelhető egy lista, hogyha nem a maximális sorrendjében van. Tehát akkor lenne maximális sorrendben, ha szigorúan monoton csökkenne, tehát mint például a 10 9 8, 7, stb., ahol még kisebb számok jönnek sorban. És hogyha mi azt mondtuk, hogy az n-t azt a legkisebb növelhetőnek választottuk, akkor az n-1 utolsó elem az nem, növel, nem növelhető, Ebből pedig az következik, hogy ez az n-1 utolsó elem az maximális sorrendben van, hiszen ha nem növelhető, akkor nem igaz rá, hogy nem maximális sorrendben van. Tehát az utolsó n-1 elem maximális sorrendben van a megfelelően választott n esetén. És uh, szigorúan monoton csökkenő, ahogy leírtam legutóbb, hogy ha nem maximális sorrendben van akkor nem szigorúan monoton csökkenő, így most maximális, akkor nyilván szigorúan monoton csökkenő. Azt ne felejtjük el, hogy n-1 lehet 1 is, tehát lehet, hogy éppenséggel ez az n-1-es lista az egy szám, ami nyilván mindig maximális. Sőt, elég gyakori ez az eset. És a legkisebb növelés, tehát hogy azt már megtaláltuk, hogy ahhoz, hogy legkisebb legyen a növelés, ahhoz pontosan az utolsó N számot kell megváltoztatni, ahol N a legkisebb növelhető részsorozat hossza hátulról. Viszont még ennek is kell, hogy hogyan tudom ezt legkisebb módon növelni. Nos, úgy, hogy a legelső elemét azt, mivel hát mondom, hogy az egyen rövidebb, az már maximális volt, ezért nyilván az első elemet kell megváltoztatnunk, szükséges mindenképpen, különben egyen rövidebbet is tudtam volna változtatni, ezért a legelső elemet kicseréljük a legkisebb nála nagyobb elemre, már mint a mögötte levők közül, és az utána jövő elemeket, azokat már csak sorba kell rakni, hiszen úgy kapom a legkisebbet növekvő sorrendben. És nézzük, hogyan lesz ebből egy kerek egész tehát ezt majd mutatni is fogom már mindjárt. Hátulról előre felé haladunk, amíg előre fele haladva növekednek az értékek. Tehát maximális a lista, majd ezt látni is fogjátok. Hát nyilván, hogyha egy lista csökkenő, mivel általában balról jobbra nézzük, ezért hogyha jobbról balra néznénk, az nyilván növekvő lenne. És ahol megtalálom azt, hogy megszakadt a növekedés, akkor ott megvan a változtatandó résznek az első eleme, tehát az az N hosszú lista, a hátulján. és akkor ha ez az első elem, akkor az összes utána következő az előre felé nőtt, hiszen nyilván ott szakadt meg a növekedés, tehát előtte még nem szakadhatott meg. Ezért a, az utána következő számok azok szigorúan monoton csökkenő számsorozatot alkotnak. Úgyhogy már ez is megvan és megkeressük ezek között az első elemnél nagyobb, legkisebb elemet, amit úgy tudjuk, hogy mivel itt volt, hogy mivel az első elem volt, ahol először megszakadt a növekedés, ezért kihasználjuk azt, hogy ez hátulról előre fele monoton növekszik. Tehát, hogyha elindulunk hátulról az utolsó számegytől, ami ugyebár a legkisebb ebben a rész sorozatban, hogyha onnan elindulunk, akkor amint tanálunk egy olyat, ami nagyobb volt az első számnál, akkor ott már megállhatunk, mert a többi az még tovább növekedne. Tehát az lesz biztosan a legkisebb a nagyobbak közül. Ez pedig, ezt a talált számot összecseréljük az első elemmel, és itt azt kell látnunk, hogy az utolsó n-1 elem továbbra is szigorúan monoton csökkenő sorrendben van, mivel a keresésnél az utána levő elemek kisebbek voltak annál, amit most jelenleg beraktunk a sorozatba, tehát azok mögötte továbbra is kisebbek, azért nem azokkal cseréltük ki, ahol itt, ahogy itt is írtam. Az előtte levő, levő elemek pedig a szigorú Monoton növekedés miatt nagyobbak annál, amit lecseréltünk az elsőre, és hát már amit lecseréltünk az elsőre, az is nagyobb volt nála. és ezek után az új első elem mögötti részt egyszerűen növekvő sorrendbe kell állítanunk, amit mivel tudjuk, hogy szigorúan monoton csökkenő ez a részsorozat, ezért elég fordított sorozatba raknunk. Így meg kész is volt a diavetítés, úgyhogy ezt én most be is zárhatom, és lássunk egy példát. Tényleg ajánlom, hogyha valaki így nem értette ezt tisztán, amint szerintem nehéz lenne csodálkozni, mert ez így elég száraz, az most nézze meg, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Direkt csináltam egy olyat, ahol nem, nem olyan rövid ez a folyamat, hogy ne látszódjon, hogy mi is történik. Tehát elindulunk hátulról előre felé, amíg addig megyünk, amíg szigorú monoton növekedést látunk. Egy, három, a stimmel, 5 az még annál is, a nagyobb 7 az még annál is, 10 az még annál is, 4 lakadtunk. Tehát az már biztos, hogy a 8, 9, 6, 2 az békén hagyhatjuk. Valamint ide kirakok relációs jeleket is, hogy látszódjon, hogy itt szigorú monoton növekedés volt, és itt akadtunk el. És akkor most mit mondtam? azt, hogy a négyest az utána jövő számok közül arra kell lecserélni, ami nagyobb nála, de a lehető legkisebb ezek közül. Tehát nézzük, itt megint elindulunk a hátuljáról, egy az túl kicsi, három az túl kicsi, öt az jó. Tehát az ötössel fogjuk összecserélni. 10, 7, 4, 3, 1. És ezt már most láthatjátok, hogy ez továbbra is szigorúan monoton csökkenő, hogyha normális irányba nézzük. Ami annak köszönhető, hogy az 1-3 az túl kicsi volt a 4-hez képest, tehát az még mindig túl kicsi, azok még mindig őrzik a relációt. Az 5-ös után pedig még nagyobb számok következtek, a 4-es az meg kisebb az 5-nél. Tehát mind a két irányba stimmel a reláció, ez itt továbbra is szigorúan monoton csökkenő. És ezek után már csak ezeket a ezt az utolsó öt számot kell megfelelő sorrendbe rakni. Tehát fordított sorrendbe. 1, 3, 4, 7, 10. És most nyilván, mivel fordult a sorrend, fordult a reláció is. És nyilván, hogyha ugyanerre, mert tehát amit így kaptunk, arra ismételni meg a folyamatot, akkor az történő, ami sokkal gyakrabban történik. Nézzük a tízes, az önmagában még nyilván tekinthetjük csökkenőnek, szigorú monoton, és hát előre felé haladva növekvőnek. Hoppá, itt rossz irányba néz a relációs jel, mert nekünk az kéne, hogy erre nézzen. Akkor a hetest, azt már, akkor már azt tudjuk is, hogy 8, 9, 6, 2, 5, 1, 3, 4, mert a 7-esnél már elakadtunk, a 7-est lecseréljük, az utána következőek közül a legkisebb olyanra, ami nagyobb nála. Ez, amilyen hosszúnak hangzik, annyira egyszerű ebben az esetben, nyilván a 10 tudom csak választani, és akkor a 7-essel összecseréltem, és a 7-est azt fordított sorrendben rakom, az 1-szám 7-est azt ugyanúgy rakom sorba, ahogyan volt, hiszen egyet azt nem tudok permutálni, egy elemet. És látható, hogy megint megkaptam a nagyság, se, nagyság szerint következő elemet. Itt, ha nézzük, most 7-esből a 10 az jól van, növekszik. Viszont a 4-esnél elakadtunk. az, hogy 8, 9, 6, 2, opa, 5, 1, 3, az továbbra is timmel. A 4-est azt megpróbálom a legkisebb nála nagyobb számra lecserélni, elindulok a hetestől, hoppá, ez már nagyobb, szóval ezt össze is cserélhetem, és itt meg nyilván maradt a szigorú monoton csökkenő sorrend, úgyhogy ezt is meg kell cserélni, és akkor nyilván lesz belőle nem 10-4, hanem 4-10, tehát látható, hogy szépen szabályosan képződnek az elemek. Nézzük, hogy ez hogyan néz ki kóddal ennek az az előnye, hogy eléggé roppant egyszerű kódja van. Akkor most, ha már ekkora képernyőn van, ezt jegyzettem bele ellentétben meg ki is fogom rakni full screenbe. Ott van a Free Pascal Lazarus Project. Égni. Full screen. Oké, okay, megy a videó. Hát azt mondjuk jól lett volna, ha már most lerül ki, hogy nem megy. Lényeg a lényeg, definiáltam egy tömb típust, ami ugyebár ebben a példában tízelemű tömb, és mindegyik száma byte. A próba az pedig hát nyilván, hogy kipróbáltam, hogy működik-e, mert itt nem az a lényeg, hogy mi történik itt, hanem hogy hogyan néz ki maga a függvény. Ez nyilván kellettek minimálisan segéd függvények is, illetve hát eljárások, mert nem adtam neki ritönt. Például itt van ez a swap, ez nem olyan nagy szám, de hasznos tud lenni. Ez annyi, hogy két byte típusú számot összecserél. Ez az egyszerű metódussal, hogy csinálunk egy ideiglenes változót, abba beletöltem az egyiknek az értékét, amelyiknek így eltároltam az értékét, annak értékül adom a másik számot, és aztán ebbe a másik számba beletöltöm a, az ideiglenesnek a megmentett értékét. Aztán a másik ilyen kis segéd eljárás, ami megint csak nagyon rövid, ez a forgat. A forgatni is lehet. Tehát ehhez kell egy tömb, amit változtatok, valamint hogy hanyadiktól hanyadik elemeikkel sorba rakni. Nyilván általában az utolsó sőt az hiszen minden esetben az utolsót raktam be, de hát így, hogy újra hasznosítható legyen ez az eljárás. Hogyha mettől egyelő, meddig, tehát magyarul egy elemet kell sorba rakni, megbeszéltük, hogy azon nem nagyon tudunk segíteni, úgyhogy akkor azonnal be is zár ez az eljárás, nincs több tennivalója. Amúgy pedig, 1-től annyit megy, egyszerűen fogalmazva, mennyit mennie kell, de hát most nyilván, hogyha vegyünk egy példát, mondjuk 7-estől kell a 10 tízesig mennie, akkor mettől egyenlő 7, meddig egyenlő 10, meddigből mettől egyenlő 3, plusz 1 az 4, egész, egész osztás 2-vel, az pedig 2. és igen, tudom is, hogy ez hogy jön ki, tehát 7-től 10-ig az azt jelenti, hogy 7, 8, 9, 10, ezeket kell cserélni, és nyilván egyszerre két számot tudok kicserélni, illetve amikor mondjuk páratlan számú van, mondjuk egy hatos ost is oda bigyeztek az elejére, akkor is kettőször kell cserélni, ezért van az, hogy kettővel való osztás után lefelé kerekítünk. És nyilván ez meg a darabszámot számolja ki, hogy ez most 10-ből 6 meg 1, mert 5 darab van. Tehát és annak a kettővel való osztásának az egész része kell. Mert mondom, ha páratlan, akkor a középsőt azt már nem kell. Mert az már sorba van. És akkor így mindig azt csinálom, hogy összecserélem az első elemét ennek a részsorozatnak, amit így kapok meg. Nyilván először a mettől indítunk, tehát mínusz egy plusz i, és hát i először 1, utána mindig egyen nő, hiszen mínusz egy az nem változik, i meg mindig egyenlő. nő. Ez pedig meddig plusz egy mínusz i, ez meg meddigről indul, hiszen i egyenlő egy, és mindig egyel csökken utána. Tehát ez is egy ilyen kis minimális, hogy, a, hogy az első elemet cseréljed a mondjuk ötödikkel, másodikat a negyedikkel, a harmadikkal, meg már nem is kell csinálni semmit. Tehát ezzel el is érkeztünk a lényegre, ami hát egy ilyen ekkora kis szöszenet, tényleg hát szerintem ez elmondva sokkal bonyolultabb, mint amilyen hát amikor már az ember tisztán tudja látni, hogy mi miért van. Kár, hogy mindig olyan neveket választok, hogy utána nem tudom felidézni, hogy miért van. De igazából most még sikerül is, mert a cseremező az azt az, azt az index számot tárolja el, ami a ami az első mező, amivel a cserét el kell kezdeni, tehát, tehát a cseremező egyik elem az, amihez utána hasonlítani kell a mögötte levőket, megkeresni, hogy melyik a legkisebb olyan, ami nagyobb annál a mezőnél és összecserélni. Tehát lássuk is. Először a vég az igaz. Utána, hogy. Tehát itt megy ez, hogy visszafelé keresünk, és hogyha a nagyobb érték, a nagyobb indexszám, az nagyobb, mint az előtte levő szám, akkor ez nem jó. Ezt beszéltük meg az előbb, illetve hát már nem is annyira az előbb, de lényeg, hogy ez reprezentálja a szigorúan monoton csökkenő sorrendet, vagy ha visszafelé nézzük, akkor a növekvőt, hogy amint a nagyobb indexszámú lesz a nagyobb értékű, ott meg is kell állni, és, és nincsen vége a next-elgetésnek. Ez arra jó, hogy nyilván, hogyha ez egy függvény lenne, akkor így return tudnám, hogy mikor van vége, és így mikor van maximális sorrendben. Mert hogyha sehol nem állítódik át false-ra, akkor értelemszerűen ezt már nem tudjuk növelni. Utána a cseremező az az i-1 lesz, hiszen az i-1-nél romlott el a sorozat, az lett a kisebb vagy hát egyenlő. És utána mondom visszafelé cseremező ig, de azt már nem nem beleszámolva. Hátulról most megint mondom, hogy megkeressük, hogy hol lesz már nagyobb az érték mint amit a cseremezőben találtunk, mert hát mondom, onnantól kezdve a többi az még nagyobb lenne. Tehát amint elérem ezt az értéket, el kell, hogy érjem, hiszen, hiszen az előtte levőkről már tudom, hogy, hogy szigorúan monoton csökkennek. Ezért azokat már mindenképpen el kell tudnom érni. És akkor annál az értéknél meg is állhatok. És akkor az i lesz az, ami most amit most ki kell cserélni, nyilván azzal, ami a cseremezőben volt, azzal cserélem ki, és így már meg is kaptam, hogy, hogy, a, változtatott résznek az első számjegye az már stimmel, az utána levő pedig szigorúan monoton csökkent, tehát azokat csak forgatni kell, hogy fordított sorrendbe kerüljenek. Nyilván a t tömbben kell, mert itt is t tömb volt a itt is té volt a töm neve, hát itt is véletlenül. De lényeg, hogy a Tömbömet kell forgatni a tömbönben, és a cseremező az, az már a helyén van, ami a cseremező, úgyhogy az egyen nagyobbtól kell kezdeni a forgatást, és az utolsó elemig a tízig kell forgatni. És akkor ezt így lehet is demózni. Én azt csináltam, hogy feltöltöttem a próba tömböt egytől tízig a számokkal, és utána szépen azt lejátszottam, hogy nem tudom miért van benne I is meg G is, ja tudom miért. Mert hogy 60 első variáció, de minden variációnak ugye bár 10 számjegye van, és utána mindig ha egy variációt azt kiírtam, akkor Next Leg, tehát a következő variációt létrehozom. Na lássuk ez hogyan fut le. És ezzel véget is fog érni a videó aminek már nagyon ideje is lesz. Csak mondjuk nagyon boldog lennék, ha válaszolnál. És akkor talán még nem is vinném fel a mondat végén a hangomat. Nem tudom, hogy most miért kellett újra fordítani. Hát jó, hogy kijelöli, hogy ott valamit én csináltam, de hát valóságban meg nem csináltam én úgy semmit. Max kitöröltem egy szó köz, de hát körülbelül ilyen szintű változtatást tudok elképzelni. És hát most nézhetitek, hogy itt 796810, akkor most itt nyilván 6, 10, 8, akkor utána 8, 6, 10, 8, 10, 6. 10, 6, 8, 10, 8 6. és akkor muszáj vagyok a 10-est egy helyértékkel feljebb tolni, és akkor 10, 6, 8, 9, 6, és akkor már sajnos a Sajnos már 10-esig 10-9-8-6, ezen már nem tudok mit rendezni, tehát a 7-eshez kell hozzányúlnom, és 8-asra cserélni. És akkor 6-7-9-10 az a legkisebb, aztán 6-7-10-9, ezzel a 7-essel végeztünk is, akkor most 9-7-10, 9-10-7, akkor maradt a 10-es, 10-7-9, 10-9-7, és akkor már a 6-oshoz kell hozzá nyúlnunk, így lesz benne 7-es, és még a 7-essel, ez pont 70 variációt generált le még a 7-es az pont kifért, vagy 7-es, 60-at csak, lényeg, hogy a 7-es az pont kifért, 7, 6, 9, 10, 7, 6, 10, 9, 7, 9, 6, 10, 9, 10, 6, 10, 6, 9 és 10, 9, 6, és ezután már amúgy is egy 7-est itt már 9-esre kellett volna lecserélni, és azzal kezdődött volna minden újra, de hát itt látható, hogy ez gyönyörűen működik, ez meg jó hangos. Szóval, ha valakinek kérdése lenne, valamit nem ért, akkor nyugodtan írjon kommentet. És azt hiszem, hogy ez most nem fogom kitenni, inkább megint leírásban ledobom az e-mail címet, úgyhogy ha valaki akar írni, oda is írhat valamint, elkérheti ezáltal a forráskódot is, ha szeretné meg hát nyilván kommentben is ugyanúgy elkérheti. Lényeg a lényeg, ez a két elérhetőség lesz most, és nem fogom most kirakni a kódot, viszont ha valaki szeretné, akkor mondom, szívesen elküldöm. Ezzel véget is ért a 33. Pascal programozásos videó, és elképzelhető, hogy az arculatban még megint beköszönnek, hát egyrészt kömal, megint lehetséges, Másrészt pedig előfordulhat, hogy most kicsit ilyen tömbel kapcsolatos műveletek lesznek még, hogyha már volt permutáció, akkor szeretnék valamilyen rendezési algoritmust, rendezési algoritmusokat is bemutatni, szóval kicsit így az elméleti síkra is szeretnék ráerősíteni. Ennyi lenne mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!